Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma szeretném folytatni az utolsó idők veszélyével kapcsolatban a tanítást, hogy a Biblia mit mond nekünk, hogy mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk az utolsó időkben. Tehát ott fejeztem be az előző alkalommal, hogy Isten országa rejtett módon, tehát Isten uralma rejtett módon itt van közöttünk, és ugye Jézus Krisztus azt mondta a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, hogy ő velünk marad a világ végezetéig, tehát akár min megy keresztül az emberiség a következő időszakban, és akár min megy keresztül a Föld bolygó is az elkövetkezendő időszakban, Jézus Krisztus azt mondta, hogy én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Tehát itt azt is jelenti ez, hogy lesz ennek a világnak vége, tehát be fog teljesedni ennek a világnak az ideje, és egy napon vége lesz ennek az időnek, ennek a világnak, és egy új világot fog Isten létrehozni. Tehát a világ a beteljesedés, vagyis a vég felé halad, és ugye amire mi azt mondjuk, hogy apokaliptikus események lesznek az utolsó időkben, ez a világ befejezéséhez közeledve fognak ezek megvalósulni, és ugye múlt alkalommal ezt úgy mondta Jézus a Máté evangéliumában, hogy ez olyan, mint a szülési fájdalom, hogy elindul, valamikor elkezdődik, és egészen addig történik a vajudás, a fájdalmak, amíg meg nem születik majd egy új világ ebből. És ugye azt mondta Jézus, hogy mi ne ijedjünk meg, azt mondja Jézus Krisztus, mielőtt a mennybe elment volna, azt mondta, hogy neki adatott minden hatalom menjen és a földön, tehát itt, ebben a földi világban is minden hatalom Jézus Krisztus élet, tehát ő levezényli ezt a szülési, most így mondom idézőjelben, hogy szülési folyamatot levezényli, és ő velünk marad a világnak a végezetéig, tehát nem hagy minket egyedül, hanem ő is segít nekünk, hogy győztesek, tehát győztesek legyünk az utolsó időkben, tehát akármilyen veszélyek leselkednek erre a világra, tudd meg, hogy Jézus Krisztus az utolsó generációt, az utolsó időknek a hívőit, keresztényeit győztessé teszi. Tehát én nem azt értem a világ végén, hogy na most vége lesz, tehát hogy egyszer csak mondjuk egy atombomba miatt, vagy egy valamilyen becsapódás miatt vége lesz a Földnek, hanem arról van szó, hogy a világ, az emberiségnek a sorsa, élete eléri, egy olyan beteljesedést ér el, hogy utána Jézus Krisztus el fog jönni erre a földre, és utána egy 1000 éves birodalmat fog megalapítani itt a földön, tehát fizikailag, tehát ez nem egy ilyen szellemi, lebegős valami, hanem ez politikai, gazdasági, szellemi uralom lesz Jézus Krisztusnak, tehát uralma lesz Jézus Krisztusnak, és ő itt lesz fizikailag a földön, mert most nincs itt, tehát most a mennyben van fizikailag az atya jobbján, és abban az 1000 éves birodalomban, 1000 éves időszakban, akkor itt lesz a földi királysága, uralma Jézus Krisztusnak. Tehát nézzük meg az utolsó idők veszélyeit, nézzük meg azt, hogy mit mond Isten igéje, az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy mire figyeljünk oda. Először is a 2 Korintus 4-et szeretném a 4-ből felolvasni, a 3. és a 4. verszakot. Azt mondja itt Isten igéje, Pál apostolon keresztül Isten szelleme azt üzeni nekünk,
ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Tehát azoknak leplezett, akik elvesznek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem minden ember fogja az evangéliumot elfogadni, felismerni, mint megmenekülési utat. Nem mindenki fogja ezt felismerni, hanem egy lepel fog az emberekre az utolsó időkben, napokban rá szakadni az elméjükre. És azt mondja a negyedik verszak, hogy akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit. Tehát a sátánnak a munkája az az, hogy az embereket egy vakításba, tehát a szellemüknek a látó képességét, megértő képességét megvakítsa, abszolút vakká tegye az embereket, hogy ne ismerjék fel Jézus Krisztus evangéliumát az utolsó időkben. Azt mondja, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Istennek a képe. Tehát ezt a sátán Jézus Krisztustól el akarja választani az emberiséget, és nem csak Jézus Krisztustól, hanem az evangéliumnak a felismerésétől, és mint alternatív, tehát az emberi életnek, a földi életnek egy választási lehetőségét, az evangéliumot elzárja az emberek előtt, hogy ne értsék meg, ne lássák meg az evangéliumot, hogy ez egy kimenekedési út az utolsó időkben is, és a világ elpusztulása, az elpusztulásának egy ilyen kimenekedése az embereknek, hogy túl tudják élni ezt a világot, és örök életet tudnak kapni Jézus Krisztusban, Istentől, aki meg akarja bocsájtani mindegyikünknek a bűneit. És azt akar, hogy felismerjük azt, hogy igen, vétkesek vagyunk, bűnösök vagyunk, és nem emberi erkölcs miatt vagyunk bűnösek, hanem isteni mérce. Az isteni mércét nem üti meg egyikünk sem. Tehát nincs, azt mondja Pál apostol a Róma levélben, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki kutassa Istent. Persze mi a saját fejünkből azt mondjuk, hogy igen, de hát mi vagyunk azok, akik keressük, de azt mondja Isten, hogy a bűnbeesés miatt az ember elvesztette azt a képességét, hogy Istent megtalálja. Isten szent, tiszta, ő nem azonosul és nem jön bele, nem elegyedik bele a bűneinkkel, tehát nem ilyen yin-yang dolgok vannak, hogy minden sötétségben van világosság, és a világosságban van sötétség, ez nem így van. Tehát Istenben nincs, tehát a mennyei világban, Istenben nincs sötétség, a sátánban nincs világosság, a sátán az gonosz, az rossz, és nincs benne jó, a Isten pedig abszolút jó, és benne meg nincs semmi gonosz, nincs semmi rossz. Ezért mondja Jakab apostol, hogy ne mondjuk azt, hogy mikor kísértés vagy megpróbáltatás alatt van az ember, akkor ne mondja azt, hogy az Istentől kísértetik, mert Isten a világosság, és ő egyikünket sem kísérti meg, tehát nincs benne gonosz. Tehát ezt nagyon fontos tudni, és akkor nézzünk meg három olyan fő dolgot ebben az utolsó időkben, napokban, amire vigyáznunk kell, és amire figyelnünk kell. Az első az az, hogy maradj meg alkalmasnak és használhatónak az Isten kezében az utolsó napokban. Tehát nézzük meg a 2 Timóteus, tehát Pál apostol Timóteushoz írt második levelét,
A harmadik fejezetben, ugye ez egy közismert ige a keresztények között, hogy mi fog történni, miért lesznek nehéz, miért lesz veszélyes, nehezen elviselhető az utolsó idők és az utolsó napok, és mi ennek tapasztaljuk a szellemi sötétségét, tehát valamiképpen megfogalmazza az emberiség, nem csak a keresztények, hanem azok is, akik nem ismerik ezt, vagy ateisták lennének, de azt látják, hogy valami nem stimmel ebben a világban, valami nagyon rossz ebben a világban, és Pál apostol itt az első verszaktól elmondja, hogy miért lesznek nagyon nehéz idők az utolsó napok, és mire kell nekünk felkészülnünk. Akkor felolvasom, azt mondja, tehát 2 Timoteus 3.1. Azt pedig tudd meg, írja Pál apostol Timóteusnak, hogy az utolsó napokban, azt mondja, nehéz idők állnak be. Tehát amikor a történelem eléri a vég célját, és amire Jézus azt mondta, hogy veletek maradok az idők végéig, vagy a világ végezetéig, akkor azt olvassuk, hogy nehéz idők fognak beállni. Tehát a napok, az idők, azok nehezek lesznek, és ez a görög szó itt azt jelenti, hogy nagyon nehezen elviselhető. Tehát nekünk fel kell készülnünk a lelkünket, a pszichénket, tehát a keresztényeknek, látniuk kell az, hogy nem csak szellemvilág van, és csak a szellemi dolgokat keresik, illetve nem csak fizikai dolgok vannak, anyagi dolgok, amiket felfog az érzékszerveink, hanem ebben a kettősségben ott van igazából egy hármasság, ott van a lélek, és a lelkünket fel kell edzeni, meg kell edzeni rá, hogy az utolsó napokban ne boruljunk ki, ne akadjunk ki, ne veszítsük el az erőnket, az életerőnket, a lelki erőnket, mert nehezen elviselhető lesz. És ezt azért mondta már akkor, 2000 évvel ezelőtt Pál apostol, mert fel akarta készíteni az utolsó idők keresztényeit, hogy ne akadjanak ki, ne engedjenek ki, ne, tehát a lelkük ne engedjen el, hanem erős lelkű emberek tudjanak lenni, mert azt mondja, nehezen elviselhető lesz ez az időszak. Mond egy ilyen szót, hogy fárasztó lesz. Tehát az emberek nem fogják tudni, hogy miért vagyok fáradt. Tehát, vagy miért fáradok el, vagy miért nem tudok aludni, miért nem tudom kipihenni magam. Ugye ennek van fizikai fáradtság, van szellemi fáradtság, és itt azt mondja, hogy maga a láthatatlan világ, ami körbe öleli ezt a látható világot, ebből fog olyan erő áradni, ami miatt az emberi természetben és jellemben romlás lesz az emberiségben egyetemlegesen, és ezzel küzdeni fognak azok is, akik nemesen meg akarnak állni, értékcentrikusak akarnak lenni, és azt mondja, hogy fárasztó lesz ez az egész a végén, azt mondja, veszélyes lesz, ártalmas lesz. És rideg lesz, jelent egy ilyet is, hogy rideg, zord rideg lesz az utolsó időkben az atmoszféra az egész világban. És ha már ilyen, akkor nézzük meg, hogy miért történik ez meg. Milyen rombolás, tehát áll be az emberek jellemében, személyiségében, az utolsó napokban, és ugye ezt a második verszaktól kezdi el felsorolni Pál apostol, és itt meg fogok majd állni, megmutatni, hogy a fő jellemzőit mondja el az emberiségnek az utolsó napokban. Azt mondja, lesznek az emberek, tehát ez azért lesz, mert lesznek az emberek magukat szeretők.
Tehát itt ugye azt mondja, hogy önmagát szerető, tehát egoista, önző emberek lesznek. Tehát az emberiség valahogyan belesodródik, tehát egy olyan világ alakul ki, hogy az emberek, a gyerekek, a szülők, így a társadalomban, tehát önző, egoista emberekből fog állni a társadalom. Önmagát szerető, tehát van egy önmagát teszi az első helyre az ember, és ez a rombolás, tehát a társadalmi rombolás, ugye ez az individualizmus, hogy az ember önmagát előtérbe helyezi, és a közösség érdekeivel szembe menve is a saját egoista vágyait akarja megvalósítani. Ugye a második azt mondja, hogy pénz sóvárgok, de a görög nyelv ugye ez ugyanúgy a kedveléssel, a szeretéssel áll összefüggésbe, tehát pénz szeretők lesznek az emberek, tehát a pénz, az anyagi javak lesz, tehát ezeket fogják szeretni az emberek, ez fog mindent jelenteni, ezeket az anyagi javakat, ami az anyagi javakat jelképezi, vagy megtestesíti, a pénznek a szerelme fogja az embereket irányítani, és ezért mondja Pál apostol, hogy minden gonosznak a gyökere az a pénznek a szeretete, és az emberek sok fájdalommal, azt mondja Pál apostol, hogy sok fájdalommal szegezik át magukat, hogy elérjék ezt a vágyukat, tehát nagyon sok szenvedésen és fájdalmon és önbecsapáson keresztül mennek. A harmadik azt mondja, hogy kérkedők lesznek az emberek, tehát ezek lesznek a jellemzői az utolsó időknek. Kérkedők lesznek, tehát itt ilyen hencegő, kérkedő, hetvenkedő emberek lesznek, kevélyek lesznek az emberek, ugye itt a gőgösség, a kevésség áll, illetve fölötte, tehát itt két görög szóból áll ez a kevésség, ami a görögben így adja vissza, hogy kevésség. Ez igazából azt jelenti, hogy fölötte, tehát valami fölött, vagy túlzottan megjelenik, megmutatkozik. Tehát, és látszik ugye a közösségi médiákban, TikTokon, meg más formákban, hogy az emberek nem a megnyilvánulásuk, nem, tehát a bolondságra irányul, tehát nem az értékeknek az átadása és az értékeknek a teremtése és átadására irányul, a megjelenés, a megmutatkozás mondjuk média, ilyen közösségi média felületeken, hanem egy bolondság, egy kiüresedettség fogja jellemezni a megjelenéseket. Utána azt mondja, hogy lesznek az emberek káromkodók, tehát ugye itt rágalmazás benne van, becsmérlés, illetve az Isten káromlásról lesz szó. Itt, tehát ez azt mutatja, hogy Istent fogják káromolni az emberek, és szinte bele van ivódva a nyelvben, a magyar nyelvben is, hogy Istent káromolják az emberek. Ez az utolsó időkben nincs Isten félelem, hanem kijön a szavak, a szájon kijönnek káromkodó, szitkozódó, átkozódó szavak, Isten gyalázó szavak. Utána azt mondja, a szüleik iránt engedetlenek, vagyis itt ugye a szülőkkel szemben ugye gyerekekről van itt szó, tehát gyerekekről, tehát hogy van szülője valakinek, és a gyerek meggyőzhetetlen, makacs, csökönyös, nem kormányozható, tehát nem lehet mederbe irányítani, és ez is jellemző lesz a makacság és a meggyőzhetetlenség jellemző lesz az emberekre, hogy a fejükbe vesznek valamit, rögeszmésen gondolkodnak azzal kapcsolatban, és nem lehet befolyásolni az embereket, hanem
Tehát meggyőzhetetlen. És amikor itt azt mondja, hogy hálátlanok lesznek, ez is fogja jellemezni az utolsó időket, vagyis ez is jellemzi már az utolsó időket, a hálátlanság, hogy egy nem kedves magatartása van az embereknek, inkább bajt okoznak egymásnak az emberek, tehát nem segítenek egymásnak, hanem bajt csinálnak, bajt okoznak egymásnak, és bajt okoznak a másik embernek. És ugye itt még mond egy olyat, hogy tisztátalanok lesznek, tehát át fogja itatni az utolsó idők világát, emberiségét, a tisztátalanság, és ugye ezt látjuk viccek, filmek, zenék, szövegekbe, tehát celebeknek az életébe, tehát látszik, hogy ez a tisztátalanság, a szentségtelen életmód van a világban, tehát Istennek nem tetsző, ez van eredetileg, Istennek nem tetsző életvitelt élnek az emberek. Harmadik verszak azt mondja, hogy szeretet nélkül lesznek, tehát szeretetlenek lesznek az emberek, kemény szívűek lesznek, de itt ez a görög szó, képzeljétek el, jelenti azt is, tehát ez kapcsolatban van ez a görög szó a szülői szeretettel, tehát ez azt jelenti, hogy a szülők, ahogy megyünk bele a végidőkben, a szülők a szülői feladatokat, illetve a szülői szeretetet nem fogják tudni gyakorolni. Lehet, hogy azért, mert túl sokat mobiloznak, okostelefonoznak, és inkább bekapcsolják a kisgyerekeknek a rajzfilmeket, a Netflixet, vagy más csatornákat, és azt nézik töménytelen mennyiségben a gyerekek, és így nem lesznek nevelve a gyerekek, és ugye ez kihat a társadalomra is, és ezért a társadalom egy ilyen megengedő lesz, hogy miért ne lehetne ilyen, ha valaki szerelmes egy fába, miért ne vehetné el azt a fát, vagy a porszívóját, vagy nem tudom mit. Tehát nagyon, tehát ez a fajta megnyilvánulás, ez működni fog, mert torzulások fognak létrejönni, és ezért helyre kell állítani, tehát szülőként a figyelem középpontjában, nem más dolgok, munkák, pénz, meg egyéb, hanem a gyerekekbe nagyon fontos befektetni az embernek az életét, az embernek a figyelmét, az embernek a szeretetét, hogy belefektesse, és nem az, hogy lepasszolni, és átadni, és csak ő nem foglalkozik a gyerekkel, de mindenki más foglalkozom vele, az óvoda, az iskola, meg mindenki más. Tehát itt az van, ez a szeretet nélkül valók. Utána azt mondja, hogy kérlelhetetlenek lesznek. Fú, nagyon, nagyon negatív dolgokról van itt szó, és ugye rögtön csőstől rátok árasztom ezeket a negatív dolgokat, de sajnos, tehát ez a realitás, hogy ez fog megtörténni, és ennek vagyunk a tanúi, hogy épül le szép lassan a generációk, míg a 60-as, 70-es években még alig volt tévé, csak különböző időszakokban lehetett, rövid időszakokban nézni tévét, vagy esti órákba, aztán utána ugye kereskedelmi tévék betörtek, és már nagyon sok ember csak a tévé előtt ül, és csak a tévét nézi, az új generációk már csak a okostelefonokat nézik, 4, 5, 6, 8, 10 órákat töltenek el képernyők előtt az emberek, és a társas kapcsolatok, az érdeklődés egymás fele, az meg fog csappanni. És azt mondja, hogy kérlelhetetlenek lesznek, tehát itt azt mondja, hogy fegyverszünetet nem akaró, tehát ez azt jelenti, hogy engesztelhetetlen, nem akarnak kiengesztelődni, hanem azt mondják, hogy jogosan ragaszkodunk a sérelmeinkhez, és nem engedjük el, mert nekünk van igazunk, mondjuk ilyeneket mondhatnak az emberek. Tehát engesztelhetetlenné válik, kérlelhetetlenné válnak az emberek. Ugye utána azt mondja, rágalmazók. Itt az a,
Ez azért nehezebb ez a szó, hogy rágalmazók lesznek, mert az eredeti görög szó, a diabolos, az ugyanazt jelenti, mint a sátán. Tehát ilyen sátáni figurák lesznek az utolsó időkben, és a diabolos ellenség, ellenálló, tehát ilyen ellenségesek lesznek az emberek, ellenséges érzülettel lesznek az emberek, és azt mondja, hogy ugye, mert ez azt is jelenti a diabolos, hogy szerteszét dobáló, tehát zavart, zűrzavart okozó emberek lesznek. Mértéktelenek, ugye itt inkább a gyenge akarattal van összefüggésben, ugye ez a függőségek. Tehát ez azt mutatja, ez a görög szó, a mértéktelenek, hogy önkontroll nélküli, tehát egy ilyen függővé válnak az emberek, különböző függőségek fogják uralni az embereket, és különböző függőségek fogják kontrollálni az embereket. És utána olvasunk olyat, hogy kegyetlenek lesznek, ugye itt az, hogy nem lehet megszelídíteni, tehát egy ilyen vad természetű emberek lesznek, jónak nem kedvelői, tehát a jó, kiváló, becsületes, jó indulatú emberek, tehát hogy ez nem fogják szeretni a jót az emberek. És utána úgy folytatja a negyedik verszak, árulók lesznek, vakmerők, tehát itt a vakmerőség az, hogy elsietnek dolgokat. Tehát ez az eredeti görög szó, ez azt jelenti, hogy elsietett, elhamarkodott, meggondolatlan. Ugye ez azért van, mert a világunk az tehát nagyon sok információ ér bennünket, és igazából csak pörgetjük, ugye azok az alkalmazások is most már lassan, hogy 3-4 másodpercig ott van az ember egy a figyelmének a középpontjába valami, és utána pörget egyet a telefonján. Tehát ez ezt mutatja, hogy elsiet, tehát lesz egy ilyen, hogy az ember nem meggondolt, megfontolt lesz, hanem ahogy az érzelme, ahogy éppen akkor áll a feje, vagy az érzelme, úgy fog dönteni, és el fog sietni, el fog hamarkodni, meggondolatlanul döntéseket az ember, és hibás, rossz döntéseket fog az ember megtenni. Utána azt mondja, hogy felfuvalkodottak lesznek az emberek, tehát ilyen öntelt, tehát hogy tehát az egóját, saját képességeit, saját természetes képességeit felmagasztalja, és persze vannak, ne értsetek félre, tehát egyértelmű, hogy vannak érdemek itt a Földön, és érdemek alapján tehát vannak elismerve emberek, ezzel semmi gond nincs. Itt nem erről van szó, hogy ne legyenek érdemeink, vagy érdemeid, hanem arról van szó, hogy az ember ne legyen fölfuvalkodott, mert a sátánnak a romlása is, majd fogok erről egyszer beszélni, hogy itt kezdődött el Istennel szembeni lázadása, hogy felfuvalkodott, és magát többnek tartotta, mint mindenki mást. És utána, hogy már magát többnek tartotta, mint magát Istent. És itt már szinte nem is lehet helyreállni ebből az állapotból. Azt mondja, gyönyörnek a kedvelői, vagyis szeretői, itt eredetiben ugye a hedonizmus szó van, tehát a kéj az élvezetnek, a szeretői lesznek az emberek, tehát ennek rendelnek alá mindent, minthogy Istennek a szeretői legyenek az emberek, tehát hogy szeressék az Istent, Istent szerető ember legyen az ember, és itt ugye benne van egy ilyen, hogy barát, társ, bizalmas. Tehát, hogy Isten ezt akarja, hogy mi ővele a kapcsolatot úgy ápoljuk, hogy bizalmas, társ, barát kapcsolatban legyünk Istennel, ugye, tehát Isten igéje, Isten szelleme, ima által, de viszont az emberek azt olvasjuk, hogy inkább a gyönyört, a kéjt, az élvezetet, tehát ezt válasszák, és ennek a szeretését, tehát ez okoz örömöt az embereknek, mint hogy Istennel való kapcsolat okozna örömöt.
Azt mondja, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, tehát az utolsó időkben az Isten félelemnek csak a látszata lesz meg. Tehát sok ember fogja magát vallásos embernek mondani úgy, hogy közben megtagadják az Isten félelemnek az erejét. És azt olvassuk itt, hogy megvan a kegyességnek a látszata, tehát a vallásosság látszata megvan, megvan az Isten félelem látszata, de ez csak egy külső valami, de belül nincs meg az az erő. És azt mondja, sőt, megtagadják az Istennek az erejét. És ugye itt ez azért nagyon fontos, hogy amikor azt olvassuk, hogy kiknél megvan a kegyesség látszata, akkor azt is látnunk kell itt, hogy ugye a Biblia két görög szóval különbözteti meg a változást. Van olyan, hogy felszíni változás, és van olyan, hogy mély lényegre törő változás. Amikor az embernek a szíve változik meg, akkor megváltozik maga az ember is. Az egész embernek a személyisége. A döntései, a gondolkozásmódja, a jövője, a sorsa, a cselekedetei, az életvitele, a magatartása. De amikor csak egy külső, úgymond nem változik meg az embernek a szíve, hanem ugyanazt csinálja, és ugyanúgy áll hozzá, és ugyanaz az ember, de egy úgymond külsőleg elmegy mondjuk Isten tiszteletre, de nem változik meg. Tehát itt erről van szó, ezt a görög kifejezéssel metaszkémának hívják, tehát metaszkéma. Ez azt jelenti, hogy az ember csak egy külsődleges változást hozott meg, de belül ugyanaz maradt. A sátánról olvasunk ilyet, hogy a sátán meg tud jelenni, a világosság angyalaként is meg tud jelenni, viszont ő nem tud megtérni, és soha nem lesz jó angyal belőle. De mégis meg tudja tenni, hogy a becsapás miatt világosság angyalaként megváltozik. És ezért volt az, hogy amikor Jób könyvébe olvassuk, hogy Isten előtt oda mentek olyan mennyei lények, akiket úgy hív az Isten ige, hogy Isten fiai, tehát ez egy külön kaszt, angyali, vagy angyal, tehát ilyen mennyei lényeknek egy kasztja, és azt olvassuk, hogy ott volt közöttük a sátán is. De mivel a világosság angyalaként jelent meg, ezért a többi angyal, világosság angyala nem ismerte fel, hogy az a sátán, de Isten viszont felismerte, és megkérdezte tőle, hogy honnan jössz, és mit csináltál, és számon kérte Isten a sátánt, hogy mit látott a földön, mi történik ott, mit vett észre, és a többi, és a többi. Tehát most ebben nem megyek bele, de látjátok, hogy a metaszkémával be lehet csapni másokat, de Istent nem lehet becsapni. Tehát ha csak tehát azt mondod, hogy mondjuk keresztény vagy, vallásos vagy, megtértél, elmondtad a megtérő imát, megkeresztelkedtél, és a többi, de nincs belül változás, hanem ugyanazt a bűnös életet éli az ember, vagy materialista életet éli az ember, akkor ez a látszat csak. És azt mondja, hogy az utolsó időben ilyen vallásos emberek lesznek, tehát ilyen kegyesség látszatát fenntartó emberek lesznek, akik így külsőleg, tehát istenfélők, de igazából az Isten félelemnek az erejét, amikor már arra van szó, hogy megtapasztalják az Istennek az erejét, azt viszont elutasítják, és azt el vannak idegenedve az Isten erejétől, és megtagadják, elutasítják eredeti görögben, azt mondja, hogy visszautasítják, az nem kell az Istennek az ereje, azt megtagadják. És azt mondja, ezek közül valók, akik betolakodnak a házakba, foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, és mond egy ilyet Pál apostol, hogy kik mindenkor tanulnak, tehát megvan az igénye az embernek, hogy mindenkor tanulnak, viszont az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.
Tehát sok ember kiírja, még keresztények is kiírják, hogy hol tanultál mondjuk Facebook profilon, és akkor odaírja az életiskolájába. Igen ám, tehát lehet, hogy tanult valamit az embert, és mindig akar tanulni valamit, de itt nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy a valóság ismeretére eljutsz-e. És itt erről van szó, hogy egy olyan felismerés, egy olyan ráhangolódás a valóságra, ez csak Isten szelleme által és csak Isten ereje által lehet megtapasztalni. Ugye mondja maga Jézus is, amikor oda mennek hozzá, ugye szadiceusok felekezetéből valók, ugye így mondja, és kísértik Jézust, és elmondanak neki egy kérdést, és akkor Jézus úgy válaszol nekik, azt mondja, hogy ti nagyon el vagytok tévedve. Ugye ezek nagyon vallásos emberek voltak, sőt, az ő köreikből kerültek ki az akkori főpapok. És azt mondja, és az akkori papok, a papság, és azt mondja nekik Jézus, hogy nagyon el vagytok tévedve, és azt mondja, azért, mert nem ismeritek az írást, sem az Istennek az erejét. Tehát nagyon fontos, hogy az utolsó időkben ne tartozzunk ahhoz a táborhoz, akik Isten erejét látva visszautasítják az Isten erejét, mert nagyon nagy tévejgő erők lesznek az utolsó napokban. Ugye János apostol ezt úgy írja le a 4. fejezetben, a levelének, az első levelének a 4. fejezetében, hogy nagyon sok hamis szellem fog felszabadulni a mélységből, és el lesz téveítve a világ. Tehát a társadalom. Ideológiákat fognak gyártani ezek a gonosz szellemek, és sok különböző izmus mögött gyakorlatilag tévejgő szellemek állnak. És azt mondja, hogy miképpen pedig Jannes és Jambres ellenálltak Mózesnek, tehát visszaidézi az Ószövetségből, amikor Mózes a fáraó előtt állt, és a Jannes és a Jambres varázslók ütköztek azzal, hogy Isten erejével, hogy ők is tudnak ilyen erőt felmutatni, tehát ezek az emberek ellene álltak, tehát szembe helyezkedtek Mózesnek, nekünk vigyázni kell, hogy nehogy az Isten embereivel szembe helyezkedjünk az utolsó napokban, tehát azokkal az emberekkel, akiket Isten küldött az egyháznak az életébe, az emberek életében, akképpen ezek is ellene állnak a valóságnak, megromlott elméjű, hitre nézve nem becsületes emberek. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy sajnos azért nem fogják tudni megismerni a valóságot, mert ez a szembe helyezkedésük elpusztítja, itt így mondja eredetiben, hogy elpusztítja és megsemmisíti az embernek a szellemi, a szívének az értelmi képességét, a nusz. Tehát így mondja a görög kifejezés, hogy a nuszt, az elmét, de ez nem az agynak a gondolkozó képessége, hanem ez a szívnek a gondolkodó képessége, az értelmi képessége, azt mondja, elpusztítja, megsemmisíti, és a hitre nézve nem becsületes emberek, tehát alkalmatlanná válnak az emberek a hitre, használhatatlanná válnak a hitre. És itt azt mondja a görög szó, hogy ami nem állja ki a próbát. Tehát olyan emberek lesznek az utolsó napokban, a gyülekezetekbe, egyházakba, akik nem állják ki a hitre nézve a próbát. Megbízhatatlan. És azt mondja, de többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen azok is az lesz. Tehát azt mondja, hogy ez az esztelenségük, a butaságuk, az értelmetlenségük, a tudatlanságuk, az nyilvánvaló lesz, valószínűleg azért lesz nyilvánvaló,
mert ugye internetet és közösségi oldalakat használva a butasságot fogják propagálni. Tehát ezt mondja ez első veszély zónának, tehát Pál apostol a Timóteusnak írt levélben, hogy nehéz, fárasztó napok lesznek, és ezek a jellemvonások, leépülések, személyiségekbe, és a többi, és a többi. Tehát ezek az utolsó napokban egyre mélyebben fogják tönkretenni az emberek személyiségét, jellemét. A második, ugye mondtam, hogy három dolgot szeretnék elmondani, a második, aminek én azt a ilyen alcímet adtam, hogy ne üsd a mennyasszonyt. Tehát ez is hozzátartozik az utolsó időkhöz. Mindjárt elmondom, hogy mit jelent ez. A 2 Korintus 11.2-től 4-ig, ugye azt mondja Pál apostol, isteni buzgósággal buzgok értetek, mondja a korintusiaknak, és ugye rajtuk keresztül az összes hívőnek, egyháznak, gyülekezetnek, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, tehát mi a cél, hogy Krisztus előtt álljunk, megálljunk Krisztus előtt, eljussunk oda, hogy a Krisztus elé álljunk. Miért? Mert az emberiségnek két helyzete fog lenni, ahogy Istennel találkozik. Az emberiségnek az egyik része, ugye azt olvasjuk, Krisztus elé fog állni. Ez a Krisztusnak az ítélőszéke, ahol azok az emberek, akik Jézus Krisztus mellett döntöttek, a jutalomra jelennek meg Jézus Krisztus előtt. És nekünk ez a cél, nekünk keresztényeknek, újjászületett hívőknek ez a cél, hogy, és ezt mondja Pál apostol, hogy az ő szolgálatával ezt a célt akarja megvalósítani, hogy a keresztényeket Krisztus elé tudjanak állni, Krisztus elé állítsa őket. Miért? Mert ha Krisztussal találkozol, akkor a jutalom vár rád, mert akkor Krisztus ítélő szék előtt fogsz állni. Az emberiségnek a másik nagy része, azt olvassuk, hogy lesz egy utolsó ítélet, az nem ugyanaz, mint a Krisztus ítélő széke. Erről a Jelenések könyve beszél az utolsó ítéletről, amikor ezt úgy mondja a Jelenések könyve, hogy a nagy fehér trón elé fognak állni az emberek. És akkor a halál, a pokol, az óceánok, a tengerek kiadják a halottakat, és azok a halottak meg lesznek ítélve a cselekedetek és más-más követelmények által, és végül megnyílik az életnek a könyve, és ha valaki nem találtatik az élet könyvébe beírva, akkor az örök kárhozatba lesz vetve. És itt azt olvassuk, hogy Pál apostol azt tekinti szolgálatának, hogy minél több embert Krisztus elé állítson. Tehát, hogy ne a nagy fehér trón előtt legyenek az emberek megítélve, hanem a Krisztus ítélő széke elé állítsa őket, hogy alkalmasak legyenek erre, mert ott tuti biztos, hogy ott is számot kell adni az embernek Krisztus ítélő széke előtt, viszont ott a megjutalmazás a lényeg, nem az elkárhozás a kérdés. A Krisztus ítélő széke előtt a jutalomnak, a mennyei jutalomnak és az örök sorsban való részesedésben, hogy milyen jutalom és dicsőség vár az emberre. Tehát ez van, hogyha Krisztussal találkozik az ember, és Krisztus elé áll. Vagy pedig az örökké valóság szempontjából a nagy fehér trón előtti ítéletnél pedig a elkározás a lényeg. Hát akkor inkább legyünk a Krisztus ítélőszéke előtt, és inkább az legyen a kérdés,
hogy mekkora legyen az embernek a jutalma, ahogy itt élt a Földön. És azt mondja Pál apostol, hogy mond egy olyat a harmadik verszakban, hogy félek azonban, hogy miképpen a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, tehát az édenkerti eseményre emlékezteti az embereket, hogy ahogy megcsalta a kígyó az Évát, ugyanígy a ti gondolataitok is megrontatnak, vagyis eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Tehát, hogy a sátán ettől az, tehát az, hogy az ember Jézus Krisztushoz ragaszkodjon, szép lassan, folyamatosan készíti a talajt, hogy fokozatosan eltávolodjon az ember Jézus Krisztustól. És a negyedik verszak azt mondja, hogy háromféleképpen a keresztényekre háromféle veszély leselkedik az utolsó napokban. Azt mondja a negyedik verszak, hogy ha eljön az, aki, tehát mert hogyha az, aki jön, más Jézust prédikál, akit mi nem prédikáltunk. A második azt mondja, más szellemet vesztek, amint akit nem vettetek. A harmadik pedig az, hogy más evangéliumot fogadtok be, az szépen eltűrnétek. Tehát három a keresztényeknek az utolsó időkben három nagyon lényeges dologgal kell szembenéznünk, hogy nem más Jézust vegyenek, és ugye itt sokféle ugye hamis Jézus van, van univerzális Jézus Mikulás, most így mondom, hogyha Jézusnak csak annyi a feladata, hogy a keresztények csak azt lássák, hogy ajándékozni akar, szeret az Úr, szeret az Úr, szeret az Úr, de Jézus nem csak szeret, nem csak megváltó, ő bíró is, az egész föld bírája is. És minden halottnak és minden élőnek oda kell majd egyszer állni ehhez a bíróhoz. És ezért azt mondja, Isten félelem legyen az életünkben. Tehát Jézus Krisztust a maga teljességében lássuk, és ne csak egy bizonyos, tehát vegyük ki egy funkcióját Jézusnak, vagy hogy mondjam, tehát egy jellemzőjét Jézusnak, és kiragadjuk, és egy ilyen mikulássát tegyük, tehát aki csak azért van, hogy csak jót csináljon, csak adjon, csak ajándékozzon, és a többi. Viszont van olyan is, hogy más szellem, tehát meg ugye a szellem, tehát a szellemvilágnak a befolyása irányítja az embereknek az életét, és ugye erre mondja ugye Jézus, hogy az, aki Istentől született, az olyan, mint a szél, hogy jön, és fúj a szél, és megy, van egy tervszerűség az ember életébe, csak viszont nem szabad, hogy az embernek a hátszele, gonosz szellemek, sátáni szellemek, vagy a tévejgés szellemei fújják a vitorláját, mert ugye az is nagyon érdekes, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy élő vizek folyamai és forrásai fakadnak az embernek a belsejéből a Szent Szellem által, ugye itt az, hogy más szellemet vesztek, addig Péter apostol a levelében, a második levelében, a második fejezetben beszél arról, hogy az utolsó időkben lesznek keresztények, akik azt olvassuk, hogy víztelen források, kútfők lesznek, tehát víztelennek lesznek, tehát a meder, amit Isten akart az életükben, az ott van, de már víz nincs ott. És nekünk erre vigyáznunk kell, hogy ne más szellemet vegyünk, mert kiapadunk. Tehát egy apadás jön létre az életünkben, és szép lassan elapadunk, és csak a meder van ott, de már nincs víz. És erre nekünk vigyázni kell, mert a gonosz szellemek úgymond elszívják ezt a vizet. Ahogy olvassuk is, hogy víz nélküli, medrű emberek lesznek. Tehát valahogy ilyen, hogy megértsétek.
És azt mondja, más evangélium, tehát nekünk vigyáznunk kell, hogy azt az evangéliumot hirdessük, és az az evangélium legyen hirdetve, amit Jézus Krisztus is hirdetett. Na itt ugye azt mondja, hogy ebbe benne van az, hogy együtt is állítson, mint egyházat állítson Krisztus elé bennünket Isten szelleme által, ugye Pál apostol ezt mondja, na és erre mondja azt Jézus a Máté evangéliumának a 24. fejezetében, hogy azt mondja a 44. verszaktól, legyetek készek ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Tehát ez tényleg így lesz az utolsó időben, hogy nem is annyi minden történik a világban, az ember annyira el van feledkezve a munkájában, feladataiban, a különböző területeken az életében, hogy azt olvassuk, hogy nem fog gondolni rá, hogy most akkor jön, nem jön, egyáltalán tehát sokkal több feladat van az ember előtt, amit meg kell oldania, mint azon gondolkodni, hogy most jön Jézus, vagy nem jön. És utána azt mondja, kicsoda hát hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Tehát nagyon fontos, hogy az utolsó időkben olyan munkásai legyünk Istennek, vagy olyan munkában találjon bennünket az Úr, hogy a háza népének eledelt szolgáltassunk. És azt mondja, bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt, tehát minden javai fölé emeli azt az embert. Ha pedig a gonosz szolga így szólna a szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és itt van egy másik kategória, amire mondtam nektek, hogy vigyázz, hogy ne üsd a mennyasszonyt, hogy az ő szolga társait verni kezdi, a részegesekkel enni és inni kezd, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja azt, és a képmutató sorsára juttatja. És ott sírás, fogcsikorgatás lesz. Tehát itt azt jelenti, hogy az utolsó időben nekünk nagyon át kell gondolnunk, hogy viszonyulunk a szolgatársakhoz, hogyan viszonyulunk a testvéreinkhez és szolgatársainkhoz. Kétféle ember típus lesz az egyházba, vagy szolgatípus lesz az egyházba. Az egyik építeni fogja a szolgatársait, a másik pedig, és a testvéreit, a másik pedig üti, veri és vágja a szolgatársait és a testvéreit. És ugye ez azért fontos, mert az Ószövetségben történt már ilyen. És például maga Mózes, pedig a Mózes az egy nagyon nagy ember a világtörténelemben, és szellemi szinten is egy óriási, utolérhetetlen, és tehát fényévekkel az emberek előtt jár, tehát olyan dolgokat vitt véghez, és mégis ez a nagy ember elrontotta valamivel, hogy elkezdte ütni a Krisztust. És ugye itt a Krisztus, most a Krisztusnak a teste is itt a Földön, tehát te most nem tudod megütni Jézust, mert ott van az Atya jobbján, a Jézus Krisztus, és őt nem tudod bántani. Viszont bántani tudod az ő testét, az egyházat. És ugye ezzel az a probléma, hogy amikor Pál apostolnak is megjelent, vagyis még Saulnak, aki gyűlölte az egyházat, a keresztényeket, és ölte őket, kínoszta őket, gyötörte őket, és megjelenik neki Jézus a damaszkuszi úton, ugye ismeritek a történetet, és azt mondja neki, hogy Saul, Saul, miért kergetsz engem? De hát Saul nem Jézus Krisztust kergette személy szerint, hanem Jézus Krisztus egyházát üldözte. Ugye Jézus Krisztus ott van a mennyben, az Atyának a jobbján. Viszont meg lehet ütni.
Jézus Krisztust azáltal, hogyha az ő testét üti az ember. És a 4 Mózes 20:10-től erről szól. Azt mondja, összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és azt mondta, halljátok meg most ti lázadók, avagy-e kősziklából fakasszunk-e nektek vizet? És felemelte Mózes az ő kezét, és megütötte a kősziklát az ő vesszejével 2 ízben, és sok víz ömlött ki, és ivott a gyülekezet és az ő barmaik. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek nekem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izrael fiai szemei előtt, azért nem viszitek be községet, tehát ezt a közösséget a földre, amit adtam nektek. Tehát Isten kizárta őket abból, hogy bemenjenek az ígéret földjére. És ugye miért ütötte meg a kősziklát? Mert ugye a korintusi levél az 1 Korintus 10-ben elmondja a 3. és 4. verszak, hogy ez a kőszikla Krisztus volt. És azt mondja, hogy azért, mert Isten azt mondta Mózesnek, amikor lázadtak Izrael fiai, és kértek vizet Istentől, és lázongtak, hogy adjon nekik Isten vizet, azt mondja, Isten azt mondta nekik, hogy vedd ezt a vesszőt, gyűjtsd össze a gyülekezetet, és Áron és te, és szólj ehhez a kősziklának az ő szemeik előtt, és hogy adjon vizet, és fakasz vizet nekik a kősziklából, hogy igyanak. Tehát Mózes teljesen más csinált. Azt mondta Isten Mózesnek, hogy adj nekik vizet úgy, hogy megfogod azt a vesszőt, és odaállsz a kőszikla elé, és szólsz a kősziklának, hogy adjon vizet, és így fakadjon víz Izrael fiainak a megitatására. Erre Mózes nem a kősziklának szól, hanem Isten népének, és ugye lázadóknak titulálja, és persze lázadók is voltak, de Isten nem ezt mondta Mózesnek, hogy ezt mondja. És utána nem azt csinálja, hogy szól a kősziklának, hanem rá csap a kősziklára. Na és emiatt nem mehetett be. Tehát vigyázzunk mi is, hogy ne üssük a mennyasszonyt, tehát a Krisztusnak a testét, hogy nehogy ki legyünk zárva az ígéret földjéből. És ugye itt beletartozik egy nagyon fontos dolog az utolsó időkkel kapcsolatban, ez a 3., hogy ne válj cinikussá az utolsó időkben, az egyházzal kapcsolatban se, és ne válj cinikussá az Úr visszajövetelével se az utolsó időkben. Tehát ez a 3. nagyon fontos és veszélyes dolog, amibe bele lehet csöppenni. Ez a Péter apostolnak a 2. levelének a 3. verszakától van. A 3. fejezet 3. verszakától írja az Isten igéje. Azt mondja, tudván először azt, hogy az utolsó időkben csúfolódók támadnak, tehát gúnyolódó, csúfolódó, tehát aki kinevet, tréfálkozik, gúnyol, bagatelizál a dolgokat, ugye cinikussá válik. Ugye mitől cinikus egy ember? Az, tehát az igazság, tehát azzal az emberrel kapcsolatban, vagy közösséggel kapcsolatban egy dolgot kiemel, túlemel, túlhangsúlyoz, és az, ami meg érték lenne, azt meg elfelejti az ember, és azt meg eltörli, hogy mint hogyha az a hiba, az eltörölné azt a jó dolgot, vagy azt az értéket, ami az embernek az életében van. Tehát tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, tehát ne ijedjél meg, hogyha kinevetnek, kigúnyolnak, tréfálkoznak tehát veled kapcsolatba, kicsúfolnak, tehát ezeket mind jelent, és nem csak veled, hanem mondjuk a gyülekezettel, egyházzal kapcsolatban is. Ugye a gúnyol kifejezés azt jelenti, hogy megveti, becsmérli. Ugye a becsmérlés azt jelenti, hogy,
hogy ugye megbecsüli, tehát az árát, hogy mennyit ér az a valaki, vagy az a közösség, mennyit ér, és ugye lebecsüli, tehát ez a becsmérlés, hogy nem azt az értékben mutatja meg azt az embert, vagy azt a közösséget, hanem egy sokkal kisebb, nevetséges, tehát minőségben, vagy értékben mutatja meg. Tehát becsmérlő, nevetségessé tevő beszéddel, vagy eltorzított arccal jelez más felé, hogy nem tiszteli azt az embert, vagy azt a közösséget, vagy elutasítja. Azt is jelenti, a gúnyolódik, hogy mást nevetségessé tesz, tehát leértéklően beszél másról, csúf nevekkel illeti, egy hibáját eltúlozva lejáratja mások előtt az embert. Tehát nem az értékét, hanem a hibáját eltúlozva az embernek úgy járatja le az embert, vagy a közösséget mások előtt. És ezzel tele lesz az utolsó időkben, tehát a Föld, és erre már figyelmeztetett Péter apostol, mint világító szövétnek, mint hajnal csillag, bevilágított a sötétségbe, hogy lesznek ilyenek. A negyedik verszaktól azt mondja, és azt fogják mondani, hol van az ő eljövetelének az ígérete, mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés óta, és akkor ugye tanít, nem akarok most ebbe belemenni, mert elment az időnk, hogy tanít Péter apostol, hogy ne így lássuk az időt, a korszakot, mert Istennél egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, mert nem akarja. Látjátok, milyen jó az Úr? Azt mondja, nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát ezt mondja el, és igazából itt erre kell nekünk felkészülni, hogy itt nem az a lényeg, ugye, hogy most hogy késik az Úr, melyik tanítás, hogy persze ne értsetek félre, tehát kell nyilván gondolkodni, érlelni tanításokat, és ugye, de van az, hogy most mikor lesz az elragadtatás, vagy lesz elragadtatás először is, mert van, aki már abba se hisz. A másik azt mondja, igen lesz, de mikor? A nagy nyomorúság előtt, közben, után lesz? És akkor mennek a teológiai viták. De oké, lehessen vitatkozni, de a lényeg nem ez. Mert teljesen mindegy, hogy ha előtte lesz, utána lesz, vagy közben lesz, Péter apostol arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyél felkészülve. Azt mondja a 11. verszak, mivel hogy azért mindezek felbomlanak, elégnek ezek a dolgok. Ez az egész világ, egek ropogva elmúlnak, az elemek megégve felbomlanak. És ez fog várni erre a világra. Az a lakás, autó, bármilyen dolgok, ezek felbomlanak atomjaira, szubatomi részekre esnek szét, és tűzmartalékául válnak. És azt mondja, mivel hogy ezek mind felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek, azt mondja, szent életben és kegyességben. Tehát nekünk azt mondja Péter apostol, hogy persze, tehát nyilván kell, hogy az ember tehát jártas legyen ezekben a tanításokban, de a leglényegesebb, ne felejtsd el azt, hogy ne elméleti keresztény legyél, aki mindent tud, hanem olyan keresztény legyél, aki szent életben, tehát egy olyan itt eredetiben életvitel van, életvezetés van, magatartás, viselkedés. Tehát, hogy az ember a viselkedésében, a magatartásában, az életvezetésében, az életvitelében, nem csak a gyülekezetben, nem csak mások előtt, hanem otthon a családja előtt, otthon a feleség előtt, vagy a férje előtt, hogy él, hogy szent, tehát látszik-e az életvezetésén, életvitelén, magatartásán, viselkedésén az, hogy el van különítve az ember Isten számára.
És ugye a másik azt mondja, hogy milyeneknek kell lennetek kegyességben. Ugye itt ugyanez van, ez az Isten félelem, hogy az Isten félelemben éljünk, hogy ez a bűnnek a gyűlöletében mutatkozzon meg, hogy hiába akarnak minket érzékenyíteni, de mi nem lépünk át egy határt az érzékenyítésben, hanem megállunk, akárhogy társadalmilag, vagy más módon ugye ezek az érzékenyítések zajlanak, akár szexuális orientációkkal szembe, gyerekekkel kapcsolatban, meg mindenféle más dolgokkal, de itt azt mondja, hogy nem, neked meg kell, és nekem meg kell állnunk egy bizonyos határon, hogy Istennek tetsző életet tudjunk élni, és döntés, Istennek tetsző döntéseket tudjunk hozni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézushoz, az utolsó időben Jézushoz ragaszkodjunk, és Jézushoz tudjunk tehát ragaszkodni minden társadalmi nyomás ellenére is, mert ugye el lesz torzulva az emberiség az utolsó időben, és nyilván ez meg fog jelenni társadalmi szinten, és nyilván ezek a torzulások emberekben vezetőkké válnak, politikusokká válnak emberek, akkor nyilván olyan törvényeket akarnak hozni, de a keresztényeknek tudniuk kell, hogy meg kell állniuk bizonyos határvonalon. És befejezésül, ugye itt még igen, befejezésül azt hadd mondjam el, hogy az utolsó időkben ne passzív legyél, ne az legyen, hogy úgyis minden rossz lesz, úgyis az Antikrisztus lesz, úgyis ez lesz, úgyis az lesz, most mit csináljunk mit, hanem aktív emberek tudjunk lenni, mert a Jelenések könyvében a 12. fejezetnek a 10. verszakától azt mondja Isten igéje, hogy hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek uralma, országa, és az ő Krisztusának a hatalma, mert a mi atyánk fiainak a vádlója, tehát a diabolosz, a vádló a sátán, ki vádolja őket éjjel és nappal az Istenünk előtt levettetett. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ők pedig, tehát mi, ők pedig legyőzték a bárány vérért, tehát a Jézus Krisztus engesztelő áldozata miatt, azt mondja, a bizonyság tételük beszédéért, és életüket nem kímélték, mint halálig. Tehát mit mond a Jelenések könyvében János apostol, illetve Istennek az üzenete, mi a keresztényeknek? Az, hogy az utolsó időkben beszélj, és tegyél bizonyságot Jézus Krisztusról, és olyan Isten szolgája legyél, aki a Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett hitét elmondja az embereknek, hogy csak és kizárólag Jézusnak a vére által lehet megtisztulni, tehát nem különböző gyakorlatokkal, szellemi gyakorlatokkal, vagy különböző meditációkkal, meg ilyen dolgokkal lehet megtisztulni, hanem csak és kizárólag Jézus Krisztus vére által lehet megtisztulni. És nagyon fontos, hogy Isten országának, ahogy mondja Jézus, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világból, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát a vég az el fog jönni. Jézus azt mondta, veletek maradok a világ végezetéig. Itt azt mondja a Máté 24:14-ben, hogy a vég az el fog jönni, akkor eljön a vég. Mikor? Amikor a keresztények hirdetni fogják
az Isten uralmának ezt az evangéliumát. Tehát ezzel azt mondja Jézus, hogy ne passzív legyél az utolsó időkben, hanem aktív ember legyél, nem másra várjál, hanem te, ahogy mondja Jézus, hogy keresztelő János idejétől az erőszakosoké az Isten országa, tehát amit te megragadsz hittel az Isten országából, és amit te megragadsz Isten hatalmából, azt valósítsd meg a saját életedbe, és segíts az embereknek, hogy Isten uralmával szembe, vagy Isten uralmával szembe levő erőknek a lerombolásában vegyél részt, és az evangéliumot hirdesd te is, ahogy lehet az embereknek. És akkor jön el a vég. Tehát ne legyünk passzívak, hanem aktívak legyünk, és az evangéliumot terjesszük az emberek között. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és fogom folytatni majd ezt a témát. Isten áldjon benneteket, sziasztok!